Településünk bővelkedik már-már ikonikus, mindenki által ismert épületekkel, helyszínekkel. Ezek egyik a városlakók által Fehér SZTK néven ismert épület, amely Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet része. Történetét Kranász Margit történész muzeológus dolgozta fel, mint azt elmondta, az intézmény az épülővárosban rendkívül fontossá vált, hiszen a városépítéssel megnövekedett a település lélekszáma, az embereknek pedig egészségügyi szolgáltatást kellett biztosítani. Akkoriban a Május 1 utcában ugyan volt egy ideiglenes orvosi rendelő, ám Ivánka András és Kondorai Gyula munkája nyomán. 1951-ben elkezdődött az új épület tervezése. 1950-ben ugye megkezdődött az új városnak, illetve a gyárnak az építése, és mivel nagy létszámban áramlottak ide az építők, ezáltal új lakók is a településre, ezért nagyon hamar kiderült az, hogy meg kell ugye oldani az ő egészségügyi ellátásukat, és ugye ekkoriban a faluban működött körzeti orvos, fogorvos és a többi, viszont a megnövekedett lakosság szám miatt szükség volt arra, hogy új, modern, korszerű intézmények álljanak az építők, illetve a lakóknak a rendelkezésére. Elsőként egy körzeti orvosi rendelő nyitotta meg a kapuit a Május 1 utcában ideiglenesen, illetve 1951-ben megkezdődtek a rendelőintézetnek a tervezési munkálatai is. A terveket 1951. októberében fogadták el véglegesen. Tervezői Ivánka András, illetve Kondorai Gyula voltak. A történész úgy folytatta, modern szellemben készülő, ám végül szociál stílushoz igazított épületet 1952-ben adták át végül. A Május 1 utcában található orvosi rendelő ide költözött, és az épület onnantól kezdve a környező fektetőkkel karöltve látta el a település orvosi ellátását. 1953-ban került sor az első műtétre, és az évek során folyamatosan bővült a szolgáltatási köre különböző osztályok létrejöttével. A rendelőintézetet 1952. április 30-án Ratko Anna egészségügyminiszter avatta fel és adta át a dolgozók, illetve a város számára, és ekkor a Május 1 utcából, ahol a kis körzeti orvosi rendelő, illetve fektető működött, átköltöztek ide a rendelőintézetnek az épületébe, illetve a Kossuth Lajos utcában és az Úttörő utcában több lakást is átalakítottak fektető céljára. A rendelőintézetben ekkoriban többek között műtő is működött, és például itt végezték el 1953-ban az első műtétet is. Az átadás után folyamatosan nyíltak meg az újabb és újabb gondozók és osztályok, tehát végig arra törekedtek, hogy minél minőségibb és minél jobb ellátást tudjanak a városlakóknak biztosítani. És egészen az új kórház 1965-ös átadásáig ez az épület együttes, ugye a rendelőintézet, illetve a környező lakások által alkotott úgynevezett kiskórház biztosította a kórházi ellátást a városlakóinak a számára. Az épület díszes bejáratán túl a belső terekben is szép számmal találni művészi alkotásokat. Gondoljunk csak az itt található domborművekre, Boda Gábor alkotásaira, a galériát tartó oszlopokra vagy éppen a padlózatra, hiszen lefelé tekintve felfedezhetünk egy 14 ágú, vörös márványból készült csillagot, illetve egy mozaik képet is. Található bent továbbá egy Zsolnai ivókút is. A rendelőintézet előcsarnokába belépve, ha lepillantunk a padlóra, akkor egy apró mozaik kockákból összeállított képet fogunk látni, közte pedig egy vörös márványból elkészült 14 ágú csillagos díszítést. Aztán érdemes megfigyelni az előcsarnok galériát tartó oszlopokat, illetve azt az oszlopot, amelyen Boda Gábornak a szobra került elhelyezésre. Boda Gábor egy szobrász, illetve ötvös művész volt. Itt a rendelőintézetben az Anyaság című közel 2 méter magas színes fali kerámia szobra látható. Egy anyát ábrázol, aki a karjában tartja a kislányát, mellette pedig a nagyobbacska fia áll, aki egy virágcsokrot nyújt át számára. Ezen kívül is vannak még képzőművészeti alkotások, amit itt megtekinthetünk. Ha feljövünk a második szintre, akkor pedig egy szintén Boda Gábor munkájával találkozunk, egy nagyméretű domborművel, ami több szakmának a képviselőit is ábrázolja. Például láthatjuk itt a mérnököt és a hegesztőt az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az olvasztárt és a köművest, középen pedig egy orvos, illetve egy asszisztens domborműve került elhelyezésre. Illetve érdemes egy pillantást vetnünk a Zsolnai ivókútra is, ami pedig ezelőtt a dombormű előtt kapott helyet. Ugye nagyon szembetűnő még az előcsarnok galériájának a mellvédje. Ez fából készült, sáslevél formájú elemekből állították össze, és hogyha megfigyeljük ezt a sáslevelet, akkor láthatjuk, hogy már eleve az épületben is többször visszaköszön, elég csak ugye a párkányzatoknak a díszítésére gondolnunk. A Fehér SZTK révén egy érdekes épület történetét ismerhettük meg, sorozatunk pedig folytatódik.